Szervusz, Feri atya, látsz-e és hallasz-e bennünket? Üdvözöllek, szervusz, nagyon jól látlak. Nagyszerű, köszönöm szépen. Rögtön témánál is vagyunk, mert nektek 2017-ben volt egy digitális iskola nevű hetetek, amelyben, hát bent bejárással ugyan, de kipróbáltátok, hogy hogyan lehet online módon működtetni az iskolát. Hát most a kényszer, illetve a vírushelyzet rá kényszerített arra, hogy ezt élesben is kipróbáljátok. Milyen tapasztalatokkal sikerült az átállás? Azt gondolom, hogy 90%-ban elmondható, hogy jó, vagy nagyon jó a tapasztalatunk. Azt hiszem, hogy annak köszönhetően egy évenken keresztül törtük a fejünket arról, hogy hogyan lehet a diákoknak, meg a tanároknak a munkáját segíteni technológiával, az most valahogy meghozta a gyümölcsét, hiszen majdhogy nem egyik napról a másikra megvolt a jó koncepciónk, amivel el tudtunk indulni, és a visszajelzések is azt igazolják, hogy ez a koncepció ez működik, természetesen finom hangolásokat állandóan végezni kell rajta, ezeket a finom hangolásokat úgy tudjuk megoldani, hogy hetente, két hetente, kérdőivel és egyéb módon kérünk visszajelzéseket mind a diákoktól, szülőktől és tanároktól, azért, hogy lássuk, hogy hol vannak azok a szükségletek még, amire még pluszba válaszolnunk kell. De úgy gondolom, hogy köszönhető a kollégáinknak, különösen itt a fiatalabb generációnak, akik gyorsan reagáltak, egy nagyon jó rendszert tudtunk felállítani. Ennek a rendszernek a leírása, hogy működik, az fent van a honlapunkon is, bárki hozzá tud férni. Ha két szélső értéket kéne megemlíteni, a legkönnyebben átállt, illetve a legnehezebben átállt tantárgy, akkor melyik lenne ez? Hát azt gondolom, hogy a matekosok, természettudományosok nagyon szépen és gyorsan át tudtak állni. A többi terület egy kicsit több munkát igényel, bár ahogy én hallom a matematika tanárokat és a természettudományokat oktató kollégáimat, azért nekik is sokkal több időre volt szükségük ahhoz, hogy megfelelően tudják a diákokat tanítani. De azt gondolom, hogy elmondhatom még a hittanról is, hogy ott is egészen szépen át tudtunk állni, megtaláltuk az új módokat arra, hogy hogyan kommunikáljunk a diákokkal, hogyan tanítsunk. Egy nagy kihívás természetesen mindig az, hogy a mennyiség az mekkora, tehát azzal még sokat kell dolgoznunk, hogy megtaláljuk azt a mennyiséget, ami megtanulható, megtanítható és megtanulható ilyen körülmények között. Itt az, úgy érzem, hogy mind a diákok részéről, mind a tanár részéről van egy tanulási folyamat, egy tanulási görbe, amit nehezen lehet kiküszöbölni, tehát ezt muszáj megcsinálni, muszáj végigmenni rajta. Hogyan kell elképzelni ezeket az online órákat? Mekkora részét teszi ki az, hogy online módon kapom a feladatot, de ezt bármikor megoldhatom, illetve vannak olyan óráitok, amik real time-ban mind a 33 gyerek ott ül a kamera előtt, és a tanárral együtt egy virtuális osztályteremben vesznek részt az órán. Első lépésben mi főleg feladatlapokkal, digitális tananyaggal dolgoztunk és dolgozunk, tehát az azt jelenti, hogy ha hetente, tehát van egy heti közzétételi rendünk. A tantárgyakat, az órarendet átalakítottuk egy közzétételi rendé, ez azt jelenti, hogy minden tanárnak a tantártól függően, meg hogy milyen évfolyamot tanít, osztálytanít, minden tanárnak van egy közzétételi kötelezettsége, tehát ő közzétesz a feladatokat. Ezek a feladatok természetesen digitális feladatok, amelyeket a diáknak meg kell oldania, ezt az úgynevezett classroom felületen teszi, tehát a tanár ott követi, hogy mi történik, elég pontosan lehet követni, hogy a diák mikor mit tett vele, milyen nehézségei voltak, ezeket is szépen lehet lekövetni. Tehát elsősorban így dolgoztunk az első két hétben. Azt most már tudom, hogy olyan alkalmazásoknak köszönhetően, mint például a Zoom, sikerült eljutnunk oda, hogy kisebb csoportokkal online, reális időben is zajlik már munka. Ez főleg a nyelv órákat érinti, de más területeken is a kollégák próbálkoznak ezzel. Azt érzékelem, hogy ez egy másik terület, másik forma, amit meg kell tanulni, hiszen elérni azt, hogy a diákok megfelelő számban ott legyenek időben, az nagyon nagy kihívás, tekintettel arra, hogy nem egyforma a technológiai felszereltsége a diákoknak.
Igen. Számonkérés ilyen körülmények között lehetséges-e dolgozatírás, ne agyisten feleltetés? A számonkérésnek a hagyományos módjai ilyenkor kevésbé működnek, sőt úgy gondoljuk, hogy azt most félre kell tenni, és elsősorban ilyen pontrendszereket alkalmazunk, tehát inkább a feladatoknak az elvégzését, a feladatok, elvégzett feladatoknak a minőségét nézzük meg, tehát ezekre kerül inkább a hangsúly, tehát olyan képességek kerülnek elő igazából ilyen körülmények között, amelyek a reális időben kevésbé, tehát offline-ba kevésbé azokra figyeltek a kollégák, itt most másképpen. Tehát itt az osztályzás, meg kell tanulni újból osztályozni, mert ezt el kell felejteni azt a módszert, amit eddig alkalmaztunk, itt inkább pontrendszerekkel kell dolgozni, más típusú visszajelzésekkel. Úgy tudom, hogy próbálkoztak kollégák a hagyományos móddal is, hogy felelet dolgozza a teszt, de azt érzékelem, hogy ott mindenki két lépést utána hátralépett és elkezdett gondolkodni, hogy valóban ez nem annyira alkalmas most ebben az időben. És hangsúlyozom, hogy a technológiailag ugyanolyan szinten lenne mindenki, akkor valószínű, hogy többet lehetne belőle megvalósítani, de így jelen körülmények között nagyon figyelni kell arra, hogy új módszereket kell alkalmazni. Nyilván, hogy most a hatékonyság, a tudásnak a mélysége, a tudásnak a mennyisége ilyen körülmények között azért nehezebben mérhető. De talán most nem ez a fontos, hanem az a fontos, hogy megtanuljuk használni ezeket az új eszközöket, és biztos vagyok benne, hogy hát a Jóisten is úgy akarja, hogy ha szeptembertől megint tovább dolgozunk normál körülmények között, biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon sok hasznunk lesz ebből az időszakból. Miközben azt mondod, hogy mennyire működik ez a mostani online tanítás, azért van egy dolog, amit nem tud egyetlen számítógép se pótolni, a személyes közösségi jelenlétet. Az iskolai közösségnek a fenntartása jelen körülmények között ugye egy nagy kihívás, hogy hogyan tartjuk a kapcsolatot a diákokkal, hiszen nekünk úgy gondolom, hogy Jezsuita gimnáziumnak az mindig az erőssége, hogy erős közösségi élet van, intenzív együttműködés, tehát az iskola úgy gondolom, hogy közösségi élet szempontjából, személyiség fejlődés szempontjából, de ugye a tudásnak a területén is nagyon fontos, hogy közösségi élet. Ez most egy nagy kihívás, és úgy gondolom, hogy sok kis apró területen próbáljuk ezt a közösségi életet fenntartani, illetve a szálakat összekötni, megtartani tanárokkal, diákokkal, kisebb csoportokban. A lelkészség rengeteget, úgy érzem, rengeteget tesz ezért, hogy ezek a kapcsolatok megmaradjanak, és hát még továbbra is keressük a módját annak, hogy hogyan tudjuk ezt erősíteni. Például a jövő héten lelki napunk lesz, azt megpróbáljuk tehát megtartani valóban, meghasználni az online eszközöket hozzá, meglátjuk, hogy ez milyen hatást fog kiváltani. Az érettségiről mit lehet tudni, hogy milyen formában fog zajlani? Az érettségében, tehát én abban bízom, én abban hiszek, hogy érettségi lesz. Lesz érettségi, bízom benne, hogy májusban, hogy milyen körülmények között azt nem tudom. Elképzelésem lenne az, hogy milyen formában tudnánk mi az iskolában megoldani, hogyha az érettségi meghirdetése kerül, de az eddigi ismereteim szerint a minisztériumnak, oktatási hivatalnak a közlése alapján azt merem hinni, hogy lesz érettségi. A diákoknak nagyon fontos, hogy ez az információ így átmenjen, mert nekik erre készülnie kell, tehát a legjobb tudásuknak képességünk megfelelően fel kell készülni ők arra az időszakra, amikor az érettségének van az időszaka is. Én szeretném, hogyha ők ezzel a tudattal dolgoznának a megváltozott körülmények között, de mégis készüljenek rá, mert nekik nagyon fontos, hogy ez az érettségi időben megtörténjen. Hogyan alakította át a Miskolci Jezsuita közösségnek az életi dinamikáját az, hogy tulajdonképpen egy ilyen kvázi monasztikus rendi alakultatok át ebben a néhány hónapban, amikor hát nem nagyon hagyjátok el a rendi. Ez a tészerű közelség milyen tapasztalatokat hozott? Jól értem, a jezsuita közösség életnek a dinamikáról szólt a kérdés. A jezsuita közösség ilyen körülmények között érdekes, hogy nagyon felpörgött, annak ellenére, hogy be vagyunk zárva erre a területre. Mi nem kis terület egyébként, erre nem lehet panaszkodni. De azt látom, hogy mindenki az új eszközöknek, az új módoknak
a területén próbálkozik, dolgozik, tehát nagyon intenzív az élet a közösségben, és ez sok-sok erős interakciót is hoz, a beszélgetéseket, megosztásokat, ki hogy látja, ki mivel mi történik, mit tapasztalt újakat. Tehát ilyen szempontból úgy gondolom, hogy nagyon sajátosan felpörgött az életünk, de így még talán a imádság területén is sokkal többet imádkozunk közösen, ugye ami a reál időszakban a iskolai munka miatt, ahol mindenki más területeken tevékenykedik, kevésbé napi tapasztalat, de most ez szintén így sokkal jobban felpörgött, hogy együtt vagyunk többet. Egy képet szeretnék most behozni, egy rád jellemző tevékenység, síelés, futás, a biciklizésről nem találtam hirtelen fotót. Kérlek, hogy mondd el, hogy a mozgásigényedet a mostani helyzetben hogyan tudod kielégíteni? Egyfelől igyekszem tényleg minden nap kicsit mozogni. Van a szobában is kialakított feltételeim, illetve a házba, ahol tudok kis kondi teremben napi szinten mozogni. Erre mindenki mást is egyébként bátorítok, hogy tehát nem lehet a szobába is nagyon jó kis gyakorlatokat végezni, úgyhogy az ember az egészségét tudja ápolni. De másfelől, hát az iskola területe, hál' Istennek egy nagy terület, itt lehet futni, lehet bent még hegyi kerékpározni, és éppen a múlt hét végén kipróbáltam, hiszen az időjárás nagyon megengedte, bár egy kicsit hűvös van. Tehát a mozgás az lehetség. Igazából csak az idő az, amit nagyon be kell osztani, mert annak ellenére, hogy a diákok nincsenek a suliba, üres az iskola, és másképpen működik az adminisztráció, az életünk, én azt veszem észre, hogy hát sokkal több időt töltök munkával, mint korábban, mert hát akár képernyő előtt is sokkal több időt töltök. Tehát azt veszem észre, hogy ha nem állítok be valamilyen eszközt, amely figyelmeztet, akkor nagyon bele tudok feledkezni, és hát reggeltől késő estig egyfolytában dolgozom. Tehát igazából arra kell figyelnem, hogy figyeljek, hogy legyenek ilyen kis eszközök, amelyek mindig figyelmeztetve, amikor most el kell menni tornázni egyet, el kell menni biciklizni, futni, hasonlókat tenni. De hál' Istennek ez itt a kampuszon belül ezek a problémák nem állnak fent, tehát itt lehet bőven mozogni, sportolni. Akik ismernek téged, tudják, hogy a világ nagy folyamatait is figyelemmel szoktad kísérni, és sokat töprengsz akár az egyház, akár az emberiség sorsáról. Hogyan gondolod, hogy a mostani helyzet, ha majd néhány hónap után esetleg visszatér a normál kerékvágás? Ugye nagy cikkek jelennek meg arról, hogy a világ most már nem tud ugyanott folytatódni, mint ahol abba hagyta. Milyen tanulságai lesznek szerinted ennek a mostani vírus helyzetnek? Biztos, hogy nem folytathatják ugyanott, ahol abba hagytuk. Én abban bízom, hogy az embereknek a gondolkodása egy kicsit elmélyül, az emberek elkezdenek másképpen gondolkodni, abban is hiszek, vagy remélem, hogy a szellemiek, a lelkiek, különösen spirituális dimenzió az életünknek egy kicsit felerősödik, tehát sokkal több ember elgondolkodik az életnek az értelmén másképpen, mint eddig tette. Én bízom abban is, hogy egy kicsikét így legalábbis Istennel való kérdéseket is így fölteszik az emberek maguknak ebben az időszakban, hiszen most azt érzékelem, hogy az ilyen határhelyzetekkel, az életünknek a határhelyzeteivel most biztos, hogy nagyon találkozunk. Tehát nem lehet most már úgy élni, hogy napi szinten ne gondolkodnánk, ne szembesülnénk például a halálnak a valóságával, és ezzel valamit kezdeni kell. Tehát ezt valahogy fel kell tudni dolgozni. A korábbi időszakban úgy lehetett élni éveken keresztül, hogy szinte ezzel a témával nem kellett egyáltalán foglalkozni, most viszont az látható, hogy napi szinten az embereknek egy jó része ugye mobiltelefonján követi az eseményeket, és követi, hogy mennyi megbetegedés van, mennyi haláleset volt. Tehát ezek a tapasztalatok úgy gondolom, hogy valahogy másképpen fogják majd irányítani az embereknek a gondolkodását és érzésvilágát. Említetted a határhelyzetet, a Krisztussal a határokig, így szól a jezsuiták egyik mottója, jelmondata. Ez a új helyzet mit követel meg a jezsuitáktól? Milyen újszerű pasztorációs vagy más tevékenységek kerülhetnek előtérbe? Hát én továbbra is azt hiszem, hogy egyfelől ami a módszereket illeti, biztos, hogy
az online lehetőségeknek a megtapasztalása az sokat fog majd szintén segíteni a jövőben, tehát a pasztorálási módszereknek a átalakításában biztos, hogy erre nagyobb érzékenység lesz közöttünk, de én azt gondolom, hogy talán pont az, hogy a jezsuita lelkiségben nagy hangsúly kerül a lelki mélységről, valahogy az Istennel való kapcsolatról, a léleknek a fejlődéséről. Talán ez pont jó lesz a jövőben, mert úgy érzem, hogy nagyobb igény lesz arra, hogy ezen a területen segítsük az embereket, hogy segítsük egymást. Tehát tehát maga a helyzet, ami most kialakult, egy nagyon határhelyzet, és ebben a határhelyzetben úgy gondolom, hogy amit mi jezsuiták nyújthatunk, az éppen ez a spirituális dimenziónak a megérintése, és ebben való segítés, hát a lelkek segítése. Ferenc atya, nagyon szépen köszönöm ezt a kis beszámolót. Neked és munkatársaidnak további jó munkát kívánunk a előttünk álló még tavaszi fél évre. Aztán bízunk benne, hogy szeptembertől már a fizikai iskola is el tud indulni. Köszönöm szépen, én is további szép napot kívánok. Nézőinktől pedig azzal búcsúzzunk, hogy néhány napon belül egy újabb jezsuitát fogunk megszólítani, hogy kit és honnan az egyelőre maradjon titok. Viszontlátásra!